Peggy 18. Van egy egész éves kihívásom, amit még májusban kezdtem el. Ez pedig az, hogy minden hónapban egy darab, minimum egy darab PS Plus-os játékot platinázzak. És ezt majd jövő május vége felé, vagy májusban tudom majd összevágni, és megmutatni nektek egy hatalmas videóban, hogy melyik játékokat platináztam, és hogy milyen volt az oda vezető út. Viszont amit még szoktam csinálni a csatornán, az az, hogy október vége felé egy darab horrorjátékot közzéteszek, csak volt egy bűnt elkövető néző, aki biztosra ment szupercsetekkel, hogy a DDLC platinát megszerezzem. Ez a játék nem feltétlenül platformer, viszont ebbe a videóba összefoglalom, hogy milyen volt annak a platinázása. Itt a szeptemberi havi játékokban a WWE 2024-es játék, a DDLC, ugye a Doki Doki Literature Club és a Dead Space volt elérhető. Így akkor erre a hónapra a Doki Doki játékot, egy vizuális novella, pszichológiai horror, cukilányok és őrületbe fordul az egész. Vágjunk is bele. A játék nem viccel. Amint bekapcsoljuk, már azzal kezdi, hogy az összes karakter a játékba elmúlt 18 éves. Várjál már egy kicsit! Azt akarod mondani, hogy ezek a lányok elmúlt, talán ő azt mondom elmúlt, de azt mondod, hogy ez több mint 13, 12, 10, max 10... Nekem már itt egy kicsit, ez most mi? Továbbá azt írja, hogy ez a játék nem jó gyerekeknek, vagy olyan személyeknek, akik könnyen rosszul érzik magukat. Akik szorongásban vagy depresszióba szenvednek, azoknak nem lesz pozitív élménye ez a játszás. És ha akarjuk, leírja, hogy mik azok, amikkel találkozunk, csak az spoiler lesz. De nem akartam spoilerezni, mert azt mondták, ezt a játékot úgy kell megismerni és végigjátszani, hogy semmi spoiler, mert úgy a legnagyobb élmény. Azzal, hogy a Doki Doki Literature Clubban játszol, beleegyezel, hogy megismerted a játéknak a korhatárát a régiódban, és hozzájárulsz ahhoz, hogy nagyban zavaró tartalmakat láthat. És akkor rá kell kattintani, hogy beleegyezem. Ez most mi a... Hát jó, akkor hát muszáj. Olyan nincs, hogy I disagree, olyan van csak, hogy I agree. De miután elfogadtad, bejön a szín, minden rendbe, ki készítette, újra írja, hogy ez nem jó gyerekeknek, vagy akik zavarba jönnek, és bumsák a lakály, jó kis zene, DDLC, nem lesz itt semmi baj. Csúnya, hogy meglepődj egy kicsit. Szóval írjuk be akkor a nevünket, szépen beírom, hogy Peti, és kezdjük a játékot. A játék egy ilyen vizuális novella, vagy egy ilyen randi szimulátor, amiben ugye itt csatlakozunk ebbe az irodalmi klubba, hát ugye itt az iskolákban, hát Magyarországon ugye ilyen szakkörök, vagy délutáni foglalkozások, felkészítők, fakultációk szoktak lenni. Itt ez az irodalmi klub annyit jelent, hogy ugye önkéntes módon ugye tanulók így összejönnek, és délután akkor tartanak ilyen megbeszéléseket ilyen nagyobb felügyelet nélkül, tehát mindenki ilyen tanuló. Ebbe a klubba van Sayori, aztán Yuri, és a főnök az elnök Monika, és végül Natsuki. Velük lehet akkor ilyen dialógusokba bocsátkozni, mi önmagunkat alakítjuk, ahogy beírtuk a nevünket, és akkor így beszélgetünk, és az irodalmi klubba pedig mi éppen egy irodalmazás, olvasásról van szó, de amilyen mini játékban részt lehet venni, az a versírás, és akkor kell választani szavakat, ugye itt vannak írva a szavak, color, hope, out, friends, és a bal alsó sarokban pedig a három lány, Monika nélkül, mert ugye nekik van valamilyen stílusuk, és valamilyen személyiségük, amikhez illeszkedő szavakat, ha választunk a versünkbe, akkor ugye neki tetsző verset írunk. És akkor másnap jövünk, és akkor el lehet mondani, hogy na ezt a verset írtam, mindenkinek ugye el kell olvasni, és megmutatni, megosztani egymással a verseket. És akkor attól függően, hogy kinek tetszik a vers, akkor ilyen közelebbi képeket kis kap. Most akkor ez egy horrorjáték, vagy mi? Várjál már! Szóval attól függően, hogy kinek írtunk tetsző verset, attól függően más dialógusokat hallgathatunk végig, és ez megy napról napra. Hát nehezen tudom elkerülni a spoilereket a trófeák miatt, úgyhogy ha szeretnél önmagadnak végigjátszást, akkor azt mondanám, hogy szerintem kb. Úgy itt körül már átskippelheted, vagy hogy tapasztald meg magadnak, ez egy, nem egy mai játék, de mégis
ez egy, most így röviden, ez egy jó pszichológiai horror játék, ami csavarokkal van tele a későbbiek során, és egyedinek is mondanám, hogyha ez érdekel, akkor köszönjük szépen, hogy eddig hozzájárultál a Watch Time-hoz, most pedig menjünk tovább. Elég sokáig a játék marad ebbe a stílusba, hogy csak egy sima dating simulator. Én azért olvasgattam a dolgokat, ugye figyeltem, hogy mit válaszolok, kinek segítek, mit mondok, kivel állok, ugye ha valaki vitázik a két lány közül, akkor kivel egyezek meg, szóval. Nekem elég sokáig az volt az érdekes, hogy most akkor mikor indul, vagy hol van ebben a horror? Tehát ebben semmi extra úgy nem volt, hanem tényleg egy ilyen vizuális novella volt, ami nekem úgy nem a kedvenc játékstílusom, tudjátok, én a platformer, kaland, felfedező, gyűjtögetős játékokat kedvelem, de ezzel is úgy eljátszottam, és már kezdtem úgy érezni, hogy na mikor indul be a sztori? Na de amikor beindultak! Mert mindegyik karakter ugye normális ilyen kis iskolás karakter volt, tehát nem éreztem, hogy hol van akkor ebbe valamiféle horror, vagy hol lesz ebből valami ijesztő dolog. És az első dolog, amikor azt mondtam, hogy wow, itt van valami mélyebb dolog, az amikor Sayori-hoz mentünk el az ő házába, és mondta, hogy ő egyébként depresszióval küzd, nehéz neki célokat találni, vagy akaratot találni, hogy egyáltalán részt vegyen az egész élet. És akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor itt már van valami, akkor próbáljuk őt szépen kezelni ezt figyelembe véve, és akkor jó is választottam meg ugye a szövegeket. Aztán Yuri jött még segíteni, ahogy készülődtünk ilyen dekorációkkal, és nála is volt valami, hogy tetszik neki a kés, meg ugye amikor véletlenül megvágtuk magunkat ollóval vagy késsel, amikor ugye dekorálgattunk, akkor gyorsan ugye bekapta az ujját a főhősnek, hogy a vért úgy lenyalja, hogy valami ilyesmit olvastam, úgyhogy mondom, wow, itt azért van, tehát mélyebbre kerülünk, akkor a személyiségükből észreveszünk valami sötétebb titkot. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy ugye itt egy döntés volt, hogy Yurival segítünk, vagy találkozunk délután, vagy pedig Natsuki-val, az meg egy másik sztori lett volna, és ott is kapunk infót, ott meg róla kapunk infót. És akkor végül Sayori-val találkozunk újra, és bevalljuk neki, hogy szeretjük, mert már gyerekkor óta ismerjük egymást, mindig ő az, aki felvidít minket, jókedvű, és akkor ezt bevalljuk neki. Éreztetjük vele, hogy számíthat ránk, segítjük őt, azt akarjuk, hogy boldog legyen, és akkor meg is kapjuk akkor ezt a képet. Na de másnap már bejövünk, és nincsen ott Sayori. Akkor kapjuk meg az egyik verset, elolvassuk, hogy tűnj ki a fejemből. És Mónikának volt egy olyan kijelentése, hogy ezen a reggel kicsit ott hagytad lógni, ezt tudod? És akkor wow, várjál, ez a lógni, ez egy kétértelmű. Úgyhogy szaladunk is vissza, megpróbáljuk felkelteni, rájönni, hogy akkor mi történt, mert ugye amit bevallott, meg mi bevallottunk, az nem tudom mi lesz. Na és innentől indul be ez a történet, ugyanis Sayori tényleg ott találjuk a szobájába, véget vetett az életének. Nem tudjuk miért tette ezt, vagy hogy mi magunkat is hibáztassuk, ilyenkor ugye visszatöltenénk valamilyen állást, hogy akkor majd újra kezdjük a játékot, és akkor jó lesz, megoldunk mindent. Ugye másképp hozzuk a döntéseket, és akkor nem ez lesz a kimenetel. Ez szokott az ilyen vizuális novellákban lenni, ugye így a szerte ágazó sztori. De kiderül, hogy itt a vége, the end. Ez a játéknak a vége, és töltődik be újra, ugye a főmenübe, ugyanaz, ahogy megszoktuk. És akkor a new game az olyan furcsa, Sayori helyett meg egy glitch Mónika, most akkor mi újság? Annyi újság van, hogy megvan a trófánk, hogy egy új játékot kezdtünk, de glitches, és az egész játék úgy megy, hogy nem tudja betölteni, szőszmötöl, mi hájáj, és a sztori megy ugyanúgy, csak Sayori már nem szerepel benne, ez milyen már? Hát ez tök menő, hogy nem tudunk akkor visszamenni, vagy újra kezdeni, és akkor másképpen dönteni, hanem megy tovább ugye ez a játék. Na innentől indult be a játék, ami valami 2 vagy 3 óra hossza volt először ugye végig menni ugye azon az alap, az ilyen sima ilyen alapozáson, hogy ki kicsoda, meg bemutatkozások, meg írjuk a verseket. Na de innentől kezdve, na innentől már horror, és figyelsz. Még a zenébe is valami kis extrákat hallunk, hogy valami nem stimmel. Innentől kezdve olyan éberen figyeled, olyan
olyan várósan nyomogatod az X-eket, és olvasod, ahogy csak bírod, és akkor feloldunk ilyen különleges, nem tudom milyen verseket is, most már a versekben, ahogy írjuk, csak kettőnek írjuk, hát nyomtam egy wow, gyorsan akkor akartam írni a verset, hogy hogy megy tovább akkor a sztori, és kaptunk egy ilyen trófeát, hogy 20 másodpercen belül megírtam. Tehát ugyanúgy elkezdődött a történet, ugyanúgy belépünk ebbe az irodalmi klubba, írjuk a verseket, csak nincsen ott Sayori. Úgyhogy most a második kedvenc lányjal barátkozunk, olvasgatunk Jurival együtt, hogyha akarsz egy ilyen tier listet, nekem így van, hogy Sayori az estír, aztán Juri az átír, és Natsuki a... Hát lehet az is át, de Juri alatt egy kicsivel, Monika pedig... Aztán olyan veszekedések vannak, hogy akkor nekünk kell dönteni. Döntünk, és akkor egyre közel, wow, nagyon jó az egész, innentől kezdve. Mondom, jó, akkor megpróbálok valami tökéletes verset írni, és akkor figyeltem, hogy melyik szavakat választom, és már olyan sokáig írtam a verset, hogy a zene újra elkezdődött. Továbbá, ahogy mind a 20 szót úgy választottam ki, hogy Jurinak tetsző legyen, úgy megkaptam a Perfect Juri trófeát, ami azt kérte, hogy egy tökéletes verset írjunk neki, tehát csak olyan szavakat választottam, amik számára kedvezőek. Aztán a következő versírás nem már tiszta glitches volt, hát nézd meg, 1-1-1-1-1-1 per 20, már nem mondom, mi újság? És akkor most már Jurival történnek valami furcsaságok, így Monika lép befelé a dialógus box elé, vagy mi van? Már őnála is kezdenek megjelenni ezek a furcsaságok, és hát ő se bírja ezt a feszültséget, és véget ved magán, ő is, ez egy horror. Főleg úgy, hogy egész hétvégén ott marad a főhős is, és Juri is, és Natsuki aztán megtalálja, fú, innentől megint egy szintet lépünk a durvaságokba. És végül Monika csak nevet, azt mondja, hogy hát jó, semmi baj, majd ő megoldja, semmi gond, haha, megoldja. De úgy oldja meg, hogy Natsuki karakter törölve, Juri karakter törölve. Honnan törő? Vagy mit törő? És újra kezdődik megint a játék, csak most már nincs is új game, vagy load game, vagy beltes, hanem tudod, hogy ki mondott? Csak Monika! És a legnagyobb lefővés és izzadás akkor történik meg bennem, amikor azt mondja, hogy nem is ahhoz a személyhez beszélek, aki te vagy a játékba, vagy aminek akarod szólítani, te hozzád beszélek, Peti. Vagy inkább, te valójában elhagy, Peti vagy? Honnan tudja, hogy az én... Wow! Na ilyenkor kellett hátatolnom egy kicsit, füles kivenni, és azt mondani, wow, egy pillanat, állj! Honnan? Ajajaj. És akkor itt leplezi le Monika, hogy ez egy program, ez egy játék, amiben ő van, és ő velem akar lenni, és azt akarja, hogy csak ő meg én legyünk, és itt beszélgessünk. Hogy most már ő és én, mi vagyunk a Literature Club, és akkor írjuk ugye a verseket, de csak Monika van, tehát amilyen szavakat választunk, az Monika, vagy Josika, megírtam a verset Perfect Monika, mert hát csak azokat a szavakat tudom választani. És akkor itt csak így nézzük egymást, előjön, beszélget valamiről, elmond egy kis dolgot, a háttérbe ott vagyunk az űrbe, vagy nem tudom mi van, nézzük egymást, bláj. És amikor eleget hallgattunk, akkor trófea, nem lesz sose valódi. Akkor most jön még egy rátetőzés, ez így lépcsőzetesen mindig egyre durvább. A játékot, ahogy elindítjuk, először egy ilyen számítógépbe lépünk be, és onnan tudunk belépni a DDLC-be. Tehát itt van a DDLC a játék, a side story, ez az ilyen mellék plusz, amit hozott, de itt vannak a fájlok. Belépünk a fájlokba, a karakterekbe, a monika.car karakter pedig letöröljük, és akkor úgy indítjuk el újra a játékot, akkor lepődik meg igazán, de ez is milyen király. De azt szerintem még királyabb volt, ahogy eredetileg megtörtént, ez ugye Steamen jelent meg ez a játék, és ott valóban ugye be kellett zárni az egész játékot, és akkor te beléptél ugye a C, Steam, mappák, Doki Doki Literature Club, és ott azon belül. Tehát itt most így, ezen a konzolokon úgy lehetett megcsinálni, hogy ugye van egy ilyen virtuális gép, és akkor ott lehetett. De Steamen ez tényleg nagy menő lehetett, hogy neked magadnak kellett ezt megcsinálni. Na de akkor most mi győztünk, vagyis hát a játék szerint mindent tönkretettünk, tönkretettük a játékot, de aztán Monika felfedi, hogy ő még mindig szeret minket, és hogy nem is törölt le sem
vagy hát valójában igazából nem töröld ki mindenkit, és újra betöltődik a játék, csak Monika nélkül! És akkor itt van Sayori, a szomszédom, régóta már gyerekkorunk óta ismerjük egymást, jó van, megyünk a suliba, megyünk a klubba, ott vannak ők ketten, Natsuki és Yuri, és akkor csatlakozunk-e a klubba, mert 4 fővel indulhat el a klub. Már amikor hátradőlnél és azt mondanánk, hogy hú, jó van, akkor minden rendben van, most már Monika nélkül nem lesznek ilyen veszedelmek, vagy ilyen horrorgal. Meg akarom köszönni, hogy Monikát, micsoda? Igen, én tudtam mindent. Sayori, de a legbolyabb. Micsoda most akkor forever? És jön a vége. Monika leleplezi magát, és a főcímdal, ami mindig is szólt, és egyre glitchesebb, vagy így melléütések voltak, arra a dalra énekel egyet Monika. És ezzel van vége, ezzel van a megy rátéve a torta szeletre. Így mondhatjuk Dan Salvatore-nak, aki írta és rendezte, hogy ez igen. Ez egy egyedi játék, ez egy pszichológiai horror játék, ez nem egy, vagy egy vizuális novella, csak úgy beépítve, ez egy igen. Ez tuti, hogy a gaming industry-val benne fog maradni a videójátékok történetében, mert ilyenekre én is emlékszem, tehát hasonló ilyen glitchelés, meg ilyen trükközések voltak már korábban is. Például a PS1-es Metal Gear Solid-ban Psycho Mantis, ha ismered, akkor nem spoilerezem el, de ő nála is volt ilyen extra. Vagy ami nem olyan régi, a Batman Arkham Asylum-ban volt egy glitch, és még össze is válogatták youtubereknek a reakcióját, hogy akkor most mi történik itt? Ott is akkor egy kicsit kintebb lépünk, hogy tudod, hogy kicsit elkezdünk gondolni, hogy most ez játék, nem játék, kívül, belül, vagy hol vagyunk. És itt is ez a helyzet, ez is elhozza ezt a gondolatot, ezt a meghökkentést újra a videójátékok közé, ami szerintem elég egyedi módon a vizuális novellák, a dating szimulátorok és a pszichológiai horrorok ötvözésével tudta létrehozni, és ezek mindig az ilyen kiemelkedő dolgok. Például a Skylanders is azért lett ilyen híres szerintem, mert hogy a figurák és azok a játékokba ugye rá lehet tenni egy kicsire, és akkor bemegy azzal játszol. Tehát ez is így ötvözött két olyan dolgot, ami már megvolt, csak ez az ötvözés olyan jól sikerült. És akkor külön köszönet Monikának és jó magamnak. De én még mondanék egy köszönetöt Andrásnak is. Szeretettel készült a Team Salvatore-tól. Hát amúgy igen. Nem semmi, amit létrehoztak. Thank you, trófea. Ez az utolsó búcsúzásom Monikától. De az előrehaladás még csak 38%. Úgyhogy ez volt az első végigjátszásom, amikor ugye ismeretek nélkül végignyomtam. Most pedig jön a pucolás, maxolás. Megnézegettem, hogy akkor a képek közül mik vannak meg, mi az, amit ugye itt így lehet nézegetni, mit oldottunk föl. Azokat a verseket, meg a képeket össze lehetett újra gyűjteni, és akkor meg lehetett nézegetni, hogy mi a helyzet. Én meg beállítottam egy hátteret a képek közül, és ez egy error trófea. Aztán reseteltem a játékot, tehát ezen a desktopon belül ugye le tudjuk nullázni a sztori előrehaladást, de ugye amit feloldottunk, azok már megvoltak, tehát a háttérképek, zenék azok megmaradnak. És akkor kezdtem azzal, bemegyek karakterek, Monika, pif, kitörlés, nekem ne legyen a játékban benne, szevasz, egy trófea. És aztán a második teljes végigjátszásomra a jó befejezést akartam elérni, ehhez pedig néztem egy útmutatót, ugye úgy volt, hogy az elején ugye lehetett írni verseket mind a három lánynak, és akkor úgy kellett, hogy első hármat az egyiknek írod, visszabetöltöd, utána a másik háromnak írod, visszabetöltöd, és megnézed a Yuris, meg a Natsukis segítséget is, és akkor így a legvégén mondja a Sayori, hogy tényleg köszi, hogy visszatöltötted az mentésedet, és mindenkinek jót akartál, mindenkinek a szeretetet mutatni, és ekkor a stáblistánál ugye nem törlődnek ki, tehát emlékeztek elő, mutattam a stáblistát, és akkor kiírta, hogy az image not found, tehát úgy kitörlődik, így most megmaradt minden, és így a legvégén Dan maga a fejlesztőnek a versét, vagy szövegét olvas, mert megtaláltuk a különleges üzenetét, Dan üdvözöl minket, trófea. Ez is amúgy nagyon kívül.
király, ott ilyet lehetne többször, hogy ugye tényleg maxolunk mindent, akkor egy fejlesztői üzenet. Csak mára ugye már annyi fejlesztők vannak, hogy most kinek az üzenetét olvasjuk, Bobby Kotick-nak. Aztán akkor visszatértem arra, ami miatt konzolra kiadták, miért plusz rész, ez pedig a side story-k, ezek mellék történetszálak, amik akkor játszódnak, amikor még a főhősünk nincs is benne a játékban. Tehát ez az egész játék előtti történések, hogy hogyan alakul ki ugye ez a klub, és hogy hogyan ismerkednek, meg milyen történések történtek még ugye a karakterek között. Ebben nincsen döntés, ebben nincsen versírás, tehát itt csak meg lehet hallgatni, és akkor meg lehet tapasztalni jobban a lányoknak a személyiségüket, és hogy hogyan jött össze ez a klub. És amikor megnéztük az összes side story-t, akkor kapjuk meg a Barátság és Irodalom című trófeát, befejeztük az összeset. Utána beléptem a musicba, és hallgattam a zenét. Miután hallgattam vagy fél óra, vagy 20 percig, megkaptam egy trófeát. Megvártam, hogy 2 óra 40 legyen délután, vagy ha akarod, hajnalba is felkelhetsz. És beléptem a fájlokba, onnan az internál, kettes mappa, egyes mappa, és a Project Plant megnyithattam, ez egy trófea. És akkor visszatéregettem, hogy meglegyen az összes kép, amit fel lehet oldani. A legnehezebb az az volt, ami 1,63% valószínűség jön be, hogyha a második fejezetnél kilépünk és belépünk, akkor elvileg nagyon alacsony valószínűséggel behozza ezt a Ghost menüt. Nekem másodjára behozta, úgyhogy szerencsém volt, és akkor ez kész. Aztán még hallgattam a Candy Hearts nevű dalt. Volt 1 perces változat, 2 perc 55-ös, meg 1 perc alatti változat is. Ezeket azért hallgattam meg, hogy azok a képek már megvoltak, de a 100%-os adatkollekció még nem volt meg. Kiléptem a musicból, vissza beléptem, és akkor meg volt 27 darab dal, és akkor a 26-os Candy Hearts 59 másodperces dalát is meghallgattam. Tehát 3 darab Candy Hearts zene van. Miután meghallgattam, a beállítás láttam, hogy a data collected 100%, úgyhogy mentem a side story-ba, és ott legalul megjelenik egy extra a test VM, ez pedig a breakthrough trófea, 100%-os adatkollekció, ami még nem az utolsó trófeám, várjál! Utolsó trófeának azt hagytam, hogy belépek a DDLC-be, rámegyek, hogy exit DDLC, és nem a yes-re megyek, hanem a no-ra megyek. Ez egy trófea, hogy dönts úgy, hogy nem lépsz ki a DDLC-ből, de ez is milyen trófea már, ne? És ezzel feloldottam a Doki Doki Literature Club Plus platinát, 100%-os szép munka, teljesítetted az összes feladatot, ráadásul ezzel egy új szintet értem el, ami a 400-as PlayStation trófea szintem 5-ös képzett szint 2. Úgyhogy ezzel zárom le a játékot. És köszönöm nektek a figyelmet, holnap pedig a szokásos platformer horror játék érkezik, amiről szintén már beszéltem, Little Nightmares. Találkozunk legközelebb. Csinálj, hogy meglepődj egy kicsit.